Káromkodással értékelte saját parlamenti felszólalását a Momentum elnöke tegnap az országgyűlés őszi nyitóülésén. Gelencsér Ferenc beszédében többször bakizott és többször nem lehetett érteni, amit mondott. Amikor leült a mellette ülő párttársának, azt mondta, elrontotta, nem épp ezt a szót használta. A beszéd után Orbán Viktor csak annyit válaszolt a balliberális képviselőnek, hogy idézem, a hozzászólása egy reménytelen küzdelem az értelemmel. Elrontottam. Ez volt a lényege annak a káromkodásnak, amellyel a Momentum elnöke saját parlamenti felszólalását értékelte hétfőn. Gelencsér Ferenc az önreflexióval vélhetően arra utalt, ő sem elégedett azzal a teljesítménnyel, amelyet a parlamenti patkóban nyújtott. Papírból felolvasott beszéde alig érthető nyelvbotlásokkal. Hanem a kiemelkedő haszonnal értékesítető, hogy a magyar embereknek, de azért a tejetbe a kenyeret azonnal hazaviszik. És nyelvtani hibás mondat szerkezetekkel volt tele. Hogy összemérhető a kettő? Gelencsér Ferenc a Momentum programját próbálta bemutatni, de mindössze 4 perc beszéd után idegességének már fizikai jelei is voltak. Ez Magyarország útja a Momentum szerint. A munkaalapú gazdaság modellje megbukott. A pártelnök előadásmódja párttársának, Orosz Annának is kellemetlen lehetett. A Gelencsér Ferenc mögött ülő képviselő ugyanis a beszéd alatt többször látványosan grimaszolt. Lenne tehát feladat, miniszterelnök. Gelencsér Ferenc maga is érezhette, hogy a felszólalás nem sikerült jól, mert beszéde végén a mellette ülő Bedő Dávidnak azt mondta, idézem, hú, ezt melbattam. A megjegyzést azonban mindenki hallhatta, a képviselő mikrofonja ugyanis még aktív volt. Ez így nem mehet tovább, azonnaljuk. Köszönjük szépen. Őszinteségi rohamot kapott a parlamentben a Momentum elnöke. A kínos elszólásról ezzel a felütéssel adott hírt a Riposzt, de a kellemetlen jelenetet szinte minden hírportál kiszúrta. Az Index azt emelte ki, hogy Gelencsér Ferenc saját szövegét csak nehézkesen tudta elmondani, hadart és gyakran összeakadt a nyelve. A baloldali lapok közül pedig azt a 168 óra is megjegyezte, hogy alig érteni, mit mond Gelencsér Ferenc. Az Origó arra is felhívja a figyelmet, hogy a felszólalás tartalmilag is több sebből vérzett. A cégek állami támogatását a kifizetett munkabérekhez és ne a létrehozott munkahelyek számához kössük. A portál úgy összegez, ez alapján, ha Gyurcsány ifjúsági tagozata hatalomra kerülne, ismét több százezer ember kerülne az utcára, majd megjegyzik, nyugodtan nevezhetjük az elmúlt évek egyik legostobább felszólalásának a Momentum frakció vezetőjének hétfői előadását. Néhány másodperc technikai szünetet tartok, hogy mindenki mély lélegzettel próbálja meg új erőt meríteni magának. Gelencsér Ferenc parlamenti felszólalására Orbán Viktor miniszterelnök is reagált. A kormányfő azt mondta, a balliberális politikus beszéde reménytelen küzdelem volt az értelemmel. Végezetül még Gerencsér képviselő társamnak is szerettem volna válaszolni, de úgy láttam, hogy az ő hozzászólása nem más, mint egy reménytelen küzdelem az értelemmel. Ezzel nem tudok mit kezdeni, de szurkolok neki! Gelencsér Ferenc önmagát és a baloldalt is lejáratta. Erről már a Nézőpont intézet elemzője beszélt az M1-en. Rotyis Bálint emlékeztetett, az ellenzéki politikusok korábban többször viselkedtek vállalhatatlanul a parlamentben. Se tartalmilag, se stílus tekintetében nem voltak felkészülve, trágár kifejezéseket használtak, olyan performanszokat adtak elő, amelyek szintén sértették a ház méltóságát, nagyon gyakran, mindez szándékosan, azzal a céllal, hogy bekerüljenek úgymond a hírekbe, és tartalmi felszólalásokkal erre nem lettek volna képesek. Rotyis Bálint hozzátette, Gelencsér Ferenc mostani nyomdafestéket nem tűrő káromkodása az országház méltóságát is megsértette.